Eljött a folytatás ideje, srácok. Megnéztük ezt a jellyfish-es shieldet, ami 20% damage buffot ad. Sajnos ez így már heavy load, mert hogy 8-at nyom ez a shield. Ennyit neked nem ér a dolog, de 20%-os damage buffot ad mindenféle támadásra ez a shield. Ami jó dolog, de szerintem az én buildemhez nem kell. Ha elnyomom egyébként a medúzás shieldet, akkor piros lesz, és a fejemet csorgatom a medúzák valamiét. Headpiece, mire gondolsz, Csabi? Szóval ezt megnéztük, működik, és most az a terv, hogy elmegyünk, mivel kevés rúnám van, elmegyünk, megcsináljuk ezt a képet, ami itt van. Ezt. Megnézzük, hogy honnan csinálta a festő. Aztán pedig elmegyünk Moghoz, mármint hogy Mog elé, erre a részre. Ezt itt átnézzük, és akkor utána folytatjuk a csatornába kalandozást. És a headpiece. Most nem értem, Csabi, hogy mire gondolsz. Bedobom gyorsan a chatre egyébként a videót, ahol megnéztem, hogy ne hülyeséget beszéljek. Aki esetleg nem tudná, ezzel könnyen át lehet menni Mog elé. Ezek a képek jók valamire, én csak gyűjtöm, ha találom, de azt nem tudtam, hogy van valami funkció. És igen, meg lehet keresni azt a spotot, ahonnan a festő megcsinálta az alkotást. Értékelték az üzenetemet. Ja, hogy ez a sapka? Ja, ez csak árként ad, igazából ennyi. Tudom használni Mónnak a varázslatát. És ott lesz valami loot? Aha. Igen, igen. Ja, gyorsan. Gyorsan megkajáltam. Vadu hack. Jó. Akkor mit szóltak egy jó futkározáshoz? Azt hiszem megvan az esti programon, kettő bosszulés közt helyszíneket vadászok majd. Na hajrá! Én eddig kettő ilyen képet találtam. Annyira aranyosak ezek a kis ördögök. Ez is legalább ördögnek kinéző lények. A mimik mit csinál, lehet tudni? Golden Rune 13. Smithing Stone 6.
irányta volna a cigánykereket. Come, come. Csak megadott tud, tehát hogy nem mindegyik tud ilyen tüzes cigánykereket hányni, srácok. Tényleg amúgy kéne... Au. Kéne... Meg kéne nézni a másik summont. Hány ilyen képed van amúgy, Saki? Ez minusz physical damage-et ad? Ja? Ja, hát ez nekem nem számít annyira. Igazából... Ezek nem számítanak annyira, Csabi. Amint szerintem. Csak hogyha valaki nagyon ilyen stathajhász. Azt hiszem 3. Swarm of Flies. Tök jó. Tök jó, Seki. Nekem 2 van eddig. Mondjuk én nem is nagyon néztem. Vendoroknál ilyeneket pedig kellett volna. Illett volna, inkább úgy mondom. Örülök egyébként, hogy neked is megtetszett a játék. Beszippantott. Jó cucc nagyon. Ne! Ne tűnj el! Jajjaj! Ash of War, Blood Tax, illetve Somber Smithing Stone 9-es. Ők nem nagyon akarnak támadni. Azt hitted jobb lesz majd a sebzésen. Ha? Ja, nekem kellett az árkén, hogy tudjam nyomni a bladós varázslatot, de igazából ennyi. Seekers. Na és ők mit csinálnak Stalon? Szia Zozo. Vati grupja és sokkal hasznosabb sokkal hasznosabbak a földön levő üzenetek. Ó, oh, aha. Ja, én nem használok még ilyeneket. Hát nem néztem még, hogy mik vannak. Ez a hely kezd ismerős lenni nekem így Reddit videókból. Nem, ezt használják az emberek a Runa Farmra. Akkor itt lesz valahol egy Grace is. Itt van a legjobb végső Runa Farm. Ez a Big Money hely. Aha.
De azért volt ismerős. Összek alatt 40-50 ezer róna. Durva. És ott a madár is, amit Stealon küldött. Na a kérdés, Lorettával el tudjuk-e találni azt a madarat? A szemmadár patch-el veled? Megnézzük mindjárt. New Game Plus-ban egy gomb lenyomásával 70 ezer róna. Wow. Vagyis kell ezt csinálni? Aha. Jó, akkor leülünk. Sietni kell valószínűleg a madárra. Yes! Yes! Mennyit adott? Mindjárt mondom. 11 ezeret adott amúgy. Tizenháromezer-kettőnegyvenöt a Golden Scarabban. What? 61 intem van így? Hát akkor jöhetne az azúriás kométa. Vicces volt látni, mikor az utolsó boss után visszajöttem meglesni a farm helyet, és minden fehér szellemet csinálta, akiket láttam. Szép. Igen, ezt bent hagyjuk, ezt kiszedjük. Van itt nekünk egy olyanunk, hogy Swarm of Flies. Ezt meg kéne nézni. Megnyitom a térképet? Persze. Siofra River. Ez a része. És hogyha ide szeret, tehát hogy kell neked egy item. Ez. A Pure Blood Knights medál. Ezt kapod meg Varitól. Varitól, akivel itt találkozol először, ahogy kijössz. Itt. A The First Step-nél. És aztán, hogyha megölöd Godfrey-t, ha minden igaz, akkor itt lesz a Rose Church-nél, és hogyha ott megcsinálsz három invédelést mások világába, akkor utána kapod meg ezt a medált, és úgy tudsz ide átjönni gyorsan. Gyorsan, tehát ez a leggyorsabb mód elvileg. És van még egy, amikor hát elvileg valahonnan innen a fehér területről, de azt még nem néztem meg. Hogy az miként meg hogyan. De majd megnézzük azt is. Ja, kell, Maiden Blood is így van. Jézusom! Na jó, várjunk, ezt nézzük csak újra. Nem kell az Oké, csak a leggyorsabban így jutsz át, nem? Tehát, hogy nyilván nem kell questelni, de így lehet a leggyorsabban átjutni, nem? Srácok. Igen, a portál csak sokkal később van. Ja, azért mondom. Hát erre kíváncsi leszek.
Ez egy árkénes képesség. Elég durván staggeröl és nyomja a bloodot, nem? Ők lesznek a cigány kerekesek. És még hőkövetős is. Mielőtt ideértem volna, mindig a Dragon Barrow Fortnál farmolta az RT Guardianeket, ott volt 1100 dróna darabja, aha. Ne, most nem azért vagyunk egyébként itt, hogy izét csináljunk, farmoljunk, hanem most így nézem a képességeket. 62 az intem, oké. Okay. És meg, amúgy nem tudom, nem tudom. Ez a szerencsétlen Corsair logó kitakarja, mennyi rúnát adnak, vagy hogy ez. Hát kérdezzetek nyugodtan, és akkor elmondom. Meg arrébb tudom amúgy rakni. A nagyon zavaró. Oké, oké, okay, Flame Cleans Me, amúgy... Nem tudom. Nem tudom. Tehát egy alacsony fétes képesség, és árkénes. Nem tudom. Hogy lehetne ebből jobbat csinálni? Valószínűleg sehogy. Erősnek tűnik a staggerje miatt, de nem tudom. 47 mm-rel följebb szeretnétek azt a logót. Jól van. Csak most, csak miattatok, srácok. Zsúgy! Átraktuk a moda. Ez jobb, ez bleed-el. A bleed meg ugye HP alapján sebez, szóval a bossokból tud nagyokat szedni. Akkor tehát árként kell pakolni. Hogy igazán király legyen ez a build. Mármint az ez jobb, mire gondolsz, minél jobb? A Comet az úr két helyet foglal? Haló? Hogy micsoda? Három... Jó. Legyen. Tudod mit, legyen? Három helyet foglal a Comet az úr. Na. Jobb, mint ahogy látszik a kis ellenfeleknél. Ja, értem, értem. Srácok, ez most elvileg a legdurvább cuccos. Valahogy sejtettem. Rányomod egy sárkány, és lehet fél HP-t leszedni. Van egy nyaklánc, ami vérzést erősít. Az szerintem még nincs meg nekem. Na. Kapta a föld! Köszönöm szépen, így olyan jól le tudjuk tesztelni a dolgokat. Jó, tehát akkor... Hát lehet csinálni. Ja, amúgy az hülyeség. Mit lehet csinálni? Eljövünk ide. Ő is olyat lehet csinálni. Na, nézzük. És akkor ehhez jön még a flaska, amivel nem fogy az FP-nk. Baby! Hát amúgy, nem tudom. Sebzés van. 3.39. Hát nem tudom, nem tudom, srácok, nem tudom. Ez mennyi? Hát nyilván ezt lehet chargeolni, meg lehet ezerre nyomni, de hogy így, nem tudom. Ide kéne valahogy csalni azt a nagy darabot. Hát hogy... Ez még mindig erősebbnek tűnik, nem? Jó, hát végül is ehhez meg lehet használni a Terra Magikát. Hello, ellenség. Igen, igen.
Most fogunk meghalni. Menj már innen! Izé! Ez csak egy vicc volt! Ez csak vicc volt! Ja, igazából csak... Tehát van talizmán is, ami a charge-olt sebzést erősíti. Ja. Pecsét is van a földre. Ja. Oké. Okay. Igazából nem rossz ez, csak amire én most használom, arra nem jó. Tehát, hogy... Ja. Végül is unlockoltuk. Igen. Xenax Xavier. Az a otiba való, hogy ne kelljen... Nem kerül FP-be, az nagyon jó cucc. Ja, hát ezt jól kell kombozni, ezt jól kell kihasználni. Amire én most használom, arra nem jó. Igazából. Várj, a charge-olt, sebzős, talizmán, vajon Loretta spelljére? Minden, amit charge-olsz, Loretta-nak nem ez a... izé, bóvja van? Amit most az én az előbb használtam. Akkor, de arra is vonatkozik, tudtam már. Na, tehát akkor azt mondta az Akikas, ez a Swarm of Flies, ez jó cucc, csak amúgy kéne cserélni, tehát hogy... De visszarakjuk a... Flame Cleanse Meat. Ez. Lighting. Hát meg amúgy berakjuk ezt a... cuccot. Ez gyakorlatilag annyi, hogy visszasebez, azt mondta, a Law of Casualitás. Jó, van-e még itt valami? Van itt még valami, amit meg tudunk nézni, srácok? Van ezen a területen még valami, ami így érdekes? Ami még így említésre méltó? Az Farm of Fire kicsit olyan, mint a DS3-ba. Amit a DS3-ba is próbáltál, a konyhás nénik spellje. Aha. A Poison Mist vagy Pestilent Mist volt. Ja, Pestilent Mist. Az jó cucc. Akkor innen. A hőkövetős lövés, amivel a Demon Prince megöltöd végül. Hőkövetős lövés. Ja, tudom már mire gondolsz. Mármint nem tudom, de tudom, hogy ott valami mást használtam, mint amit szoktam. Mi van erre? Ki lakik odafent? Beautiful ahead. Wow. Amúgy ez tényleg az. Itt vannak ilyen pocsolyákok. Dead End, ótárnist. A portál az ide hozza az embereket, akik a high-end helyről jönnek, vagy oda, ahova engem is. A portál oda rakna, aha. Nice.
sort, kuty. Hello, srácok. Hello. Idézünk. De hogy minek, azt nem tudom. Smithing Stone 8. Üha. Mi a fene? Te ilyen ellenség vagy? Azt a rohadt! Ó, oh, Golden Seed. A madár ad valamit, hogyha megöljük. Jézusom, több madár is van! Az helyzet, nem látok. Grease, egy kis grease. Azt a rohadt! Húha! Nyugi. Dögök. De hát megbosszultad, most megbosszultad. Amiért meglőttelek, ezt most jól megbosszultad. Ez az a madár volt, akit meglőttem. Láttátok, azért párszor a halálból visszaugrottam. Aha. Ők azok. Igazából ami most érdekel engem, az az, hogy milyen loot van még itt ezen a területen. Boss nincs, ugye? Amint, hogy mogon kívül. De ő már meghalt. Invader, aha. Na csá. White Mask Invader NPC-től esik. Nem, olyannal még nem találkoztam. Invader NPC. Ha portállal érkezel, akkor questes háromszor beinvédel. Akkor portállal, ha ide jövök, akkor még jó lesz? Varit már meginvédeltük, ő már meg is halt. Szerintem csak, ha nem csináld a questjét, akkor. Ó, oh, akkor Vari adná a maszkot, igaz? Akkor Vari rippentjű. Én videót néztem. Ah, basszus. Ajjaj! Csá! Questel jössz, akkor is van invéd. Oké. Okay. És hol van az invéd? De Vari halott, akkor nem tud már invédelni. Na basszus. Akkor nem lesz White Mask. Az gond, srácok. Aja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 j
akkor a White Mask is off. Úgy néz ki, igen. Hát akkor még, mégiscsak Mog megölése elzárt engem dolgoktól, sajnos. Nem baj. Mit tud ez a maszk, srácok? Miről maradok így le?
A vératagba segít. Ó. Oh. Akkor az árkény cuccokat nem fogjuk tudni csinálni. Ezek szerint. Jaj, menj már! Hagyjatok már! Bleed 20% damage rövid időre. Ha, kár. Azt nem tudom, srácok, hogy maradt-e itt még valami. Aha, bleed buildekhez nagyon jó lett volna a white mask. Most akkor ez nincs meg, nem baj. Van egy másfajta, amit meg tudsz szerezni. Ó, oh, oksa. Szevasz, Levi, szevasztok, srácok. Na, legyen már vége. Na. Gyorsan ránézek amúgy, hogy még maradt-e ezen a helyen valami. Érdemes-e ide visszajönnünk. Mogwin Dynasty Mausoleum, vagy mi? Igen, Mausoleum. Tehát... Nameless White Mask, War Surgeon Set. Aha. A War Surgeon setet se tudom már megszerezni. Nameless White Mask, igen. Cockbook, az megvan. Golden Room megvan. A Blood Tax is megvan. Swarm of Flies szintén megvan. Helig Drake Talisman 2 szintén megvan, ezt majd meg kell néznünk, hogy micsoda. Stone Sword Key is megvan. Fönt a Somber Ancient Dragon Smithing Stone. Van egy árusunk. Illetve még azt írja a játék, hogy a mauzóleumon belül vannak virágok, amiket lehet, hogy még nem vettem föl. Igen, a kakas könyve. De meg tudod szerezni a War Surgeon-t. Igen? Hogyan? Igazából mobokat egy jó breed build-el kicsinálsz azonnal, bosszok ellen meg nem tudsz folyamatosan támadni, szóval aktiál a breed-et és menekülsz. És azt a War Surgeon setet azt hogy tudom megszerezni, mert azt írják, hogy ahhoz az Invader kell. Invader meg nem volt, láttátok. Van egy nagyobb hely, őket kell. Van egy nagyobb hely, ahol lesz 3 Invader, de nem volt. Nem volt, egyáltalán bejártuk a területet és nem volt Invader, azt mondtátok, hogy itt már nem lesz Invader, már megöltük Mogot. Sajnos Mog halála eltörölte az Invadereket. Én nem látom itt a virágokat, már lehet, hogy felvettem? Hát amúgy felvettem a virágokat. Oda nem lehet felugrani. Akkor lehet, hogy ott voltak hátul a virágok. Mindegy. Ezt a helyet akkor így átnéztük. Meg állokkoltuk a farmolós helyet. Szuper. Még vissza lehetne menni. Visszamegyünk még ide. Összegyűjtünk egy kevéske lelket, és akkor veszünk képességeket is, mert van egy csomó képesség, amit még így lehetne venni. Annyit csinálunk, hogy a talizmán berakjuk, meg a... berakjuk a... mit rakunk még be? Elnyomunk egy lábat. A bubissal. A bubissal kéne megcsinálni. Föl tudjuk fejleszteni a bubisat? Mi a bieda most? Én se tudom, Levi. Már Mog halt. Milyen farmolnák? Bubissal farmolnák egyébként.
Az jónak tűnik. Csak kéne rá dam. És most megnézzük, hogy van-e rá dam. Mármint, hogy van-e rá kavicsunk. Vagy legyen dam. Spiritus tuningolásért vagyok, így van. Isé. Nem tudom, meddig tudom húzni. Lehetne még tovább is. Nem, nem vettük meg a spelleket, azt akarom majd megkrém. Bubarék fújó. Aha, lehet 8-as szombersmithingünk. Oké, okay. Tehát plusz 9-re fel tudtuk húzni. Na nézzük. Hát ugye Tisét most nem fogjuk tudni kipróbálni itt, de nem is baj. Jó. Ehhez viszont ki kell vennünk a fákját is, hogy tudjam hordani. Így van. És így médium maradt a loot. Oké. Okay. Annyi, hogy egy, nem tudom, érdemes-e Golden Vow-ot nyomni, valószínűleg nem. De elnyomjuk a Scarabeust, vagy mi azt, nem Scarabeust, hanem ezt az arany izét. Na nézzük. Hát, srácok, most mi van? STR. Hallottátok, hogy belefújt? Még mindig nem jó. Ajaj. Ajaj, telik az idő. Most jó lesz. Ó, ez az. Vicces. Kapjátok még! Ja, nyomtam az arany csirkelábat. Milyen fegyver? Ami a fővárosban is van a... nótás izéknek. Ha gondolod, majd nézd meg, hogy csinálják ezt az utolsó boss fegyverével. Oksa. A final boss kardja nagyon adja ide, kb. 10-et megöl egy skillen. Wow. Wow. Gyorsan leülünk, azt kezdjük előről, ameddig tart a csirke. Az a gond, hogy a final boss fegyverével én már nem farmolnék. Mármint, hogy akkor már vége a játéknak. Nekem, persze. Igen, igen, ez a fővárosból jön. A nótások. Lehet, aki akar New Game Plus-t, annak jól álljanak, jól jön. Jézusom. Hát ez brutál jó, srácok. És mivel mész, gyorsan lehet vele ezt legörölni is, amúgy. Azt nézzétek. Ez két kör. 100 000. Cuki kis buborénk fújjon. Amúgy ez két kör volt, srácok. Hát, ha leugratnám a csirkét, akkor
10.000 lenne, de ahhoz meg kéne rakni egy képességet. Igazából most csak meg akartam nézni, hogy ez így hogy működne. Elég király. Leteszteltük a fegyvert, jól megy, megnéztük a farm helyet, király, és most akkor mehetünk tovább játszani. Amit nagyon akartam venni, az itt van egyébként, a Church of Vows-nál, ott vannak képességek, illetve otthon a Round Table Hold-ba is. Úristen, mennyi sebb ez? És ez még csak plusz 9. Ez még csak plusz 9. 10 millió szedtem itt össze azzal, hogy meglettem 240, csak hogy milyen minden build-et tudjam nyomni. Szép. Assassin approach az már megvan, de megveszük, mert van pénz lovéra. Ja, most megvan minden. Sorcery-ből is megveszünk mindent. Mindet többször is, így van. Hagyjad. Ennek olyan hangja volt, mint hogyha valami achievementet is akár megcsináltam volna. És most hazamegyünk a belberingekből is megvenni a cuccokat. Sose fogom megjegyezni, hogy merre kell menni ahhoz elsőnek. És eltaláltuk. Na igen, és amúgy még ezt is meg akartuk csinálni, tehát hogy Tisé. Költséges, Tisé, plusz 10. Hát akkor ebből nem nagyon lesznek varázslatok, vagy lesznek? Igazából el lehetne nyomni a rúnákat. Mire tartogassuk? Bár el is adhatjuk, tehát az még gyorsabb is. Nála nem lehet eladni? Akkor mindegy. Kinél lehet eladni? Kovácsnál? Jó, akkor elnyomjuk. Lord Runa. Kovácsnál lehet? Csak tessék, ez 50 ezer. De szép animációja volt. Na. Az megvan. Idia. Kakbuk. Esokor. Egy ilyen pajzs, egy olyan fegyver. Darvárt ír, érdekeljen? Nem érdekel. Megyünk akkor tovább. Shop 1, Seluvistól minden. Vannak itt árak. D-től megvan minden, Rogier-től Ashoff-órok. IG-től, hát IG-tel itt maradsz. Az animáció miatt megéri elnyomni? Ja, ez most jól nézett ki. Na, tessék, még egy Stone Sword Key-t is veszünk. Key-t. Ok. Oké. Kész. Kész. Na, visszatesszük a dolgokat. Hogy is állunk a Moon Veil-el? 18-as dex kell hozzá. Elgondolkodható. Nem, most vettük meg az összeset meg. Plusz 9-re fel kéne húzni majd a Moon Veil-t, kipróbálni azt is. Ó, és nem 24-es a Prince of Death staffunk? Azt hittem. Megnézzük akkor azt majd mindjárt még egyszer. Ide jön ez. Ide pedig ez. Jaj, a piros spelleket azokat megvettük a tekitől, a teknőstől. Azok a Church of Vows-nál voltak. Hát, belezavarodok. Azt mondja, hogy jobbra kell menni. Egy 8-as smithing stone kell.
A Moonwell egy nagyon fenn és OP fegyver, nekem egyik kedvenc volt, bár én végig katonákkal játszottam. Ma szereztem egy katonát, méghozzá... méghozzá ezt a Dragon Scale Blade-et. Jól néz ki, amúgy. Jó, van, most már játszhatunk. Annyit csinálunk, hogy kicseréljük a mimiket kisére. Szépen azon a gyalog, hogy van-e valahol valami boss, amit esetleg kihagytam, de semmi nem ugrik be, úgyhogy folytatjuk a katakombába felfedezést, arcokat. Itt vannak a homárok. Szép volt. Na, na. És elszkippáltam. Amúgy az első helyre ezt a világítást kéne beraknom. Homár. Lift. Hát, nem tudom, lehet, hogy egy Imgurral jobban jársz a Zodiac, hogyha oda töltöd fel. Az gond, srácok. Akkor elő kell venni a nyúlcipőt. Aha! Csígusz. Amikor nem kapsz runát egy killérre, ott mindig van valami furfangosság. Aha. Ez nem hülyeség. Ez nem hülyeség. Csígusz. A személy csígusz. Srácok. Pedig már az a terv vagy. Szóval ja, Zodiac szerintem az Imgurral jobban jársz ebből a szempontból. Goldar Rune 11. Ja, szóval az volt a terv, hogy akkor futunk ezerrel. Ó. Ó. Vannak itt ilyen legyecskék. Mit szólsz a legyecskékhez? Azt, hogy popán küld a pallosába. Hát ez nagyon vicces volt. Szia. Hello. Szóval, shortcut. Még egy shortcut. Ha nem lett volna elég. Ez komoly. Mennyi shortcut van itt, basszus. Ja, nem tudom amúgy négy képet. Szerintem négy képet lehet. Mármint szerintem egy képet enged egy posztba a Zodiac. Ez ennyi, srácok? Mármint, hogy ez a rész.
a lifttől a karig. Ez csak egy shortcut. A lifttől, tehát ahol most vagyok, egészen a karig, ez csak egy shortcut nyitás volt. Ennyi. Szia, Cuki Nyuszi. Üdv mindenkinek. Egy poszban többet is lehet? Ja, jó. Ja. Akkor megyünk másfele. Nem a homárok felem. De nem válaszolt senki, úgyhogy bízom benne, hogy ez ennyi. Na, menjünk lefelé. Bizony. Még egy jó dungeon is van itt alul, srácok. Na. Csá? Kaptunk kértük Ronát. Igen, ez a város alatti csatorna alatti dungeon kis is elrejtve. Ja! Jó, ő már könnyebb volt. Lámpa, ne menj el. Lesz egy bosszunk. Brute force-olva a srácok, de nincsen titkos fal. Vagy ha van is, akkor nagyon sok élete van. Ennyi képességnél muszáj lenne használnom azt, hogy az első slotra ugorjon a varázslatomnál. A világítás. Nagy ölelés! Ja. Ghost Glowwort. Új, és itt fog debütálni majd az új summonunk. Jaj, ti robbanósak vagytok, nem? De. Szevasz, Bazsi. Mizu? Hát ő se radag van. Jól láttam. Én most nem akarok erre jönni, mik ezek a hullánkok itt a földön. Azt a rohadt! Mi volt ez a poison damage? Ez úgy gondolom, hogy ilyen vicces rész. Ezt elnyomjuk. Azt jelent egy kis bolondos varázslás. Hello? Mit szólsz egy kis bleedhez? Egy kis bleed. Még egy kis bleed, meg még egy kis bleed, amennyi van. Nyomjuk kifelé. Srácok, megtaláltam azt hiszem az újabb legkedvencebb képességemet.
Hello. Ez egy nagyon jó kis képesség. Crucible Scale Talisman, azt nem is néztük meg, pedig lett kettő Crucible talizmánom is. Crucibilis talizmán, igen, hát nem tudom. Ez a headshot damage, ez megvolt. Improves dodge rolling, but increase damage taken. Reduce damage taken from critical hits. Szuper. Ez egy vicces képesség, srácok. Ez egy nagyon vicces képesség. Hoppá, nem akartalak felhúzni. Visszamenjél. És itt nem volt kar amúgy. Egy újabb képesség, amivel lehet sajtolni. Valószínűleg inkább PvP-re tervezték? A PvP-sek frenzisek, nem? Mármint, hogy... Ja, nyilván nincs ilyen nagy PvP-s, mármint, hogy gondolom én. Csak, hogy azok főleg frenzisek. Itt fel nem kéne. Nézd! Neked is van ilyenem. Hello! Hello, vicces képesség. Teszt. Vlad és a Frenzied Flame az nagyon megy PvP-ben. Ja, azok kemények. Carrion Retaliation. Nem vágom azt, Csabi. Az jó cucc? Megvan az nekem vajon? Ez egy kard? Ha őket megváltuk. És ez egy képesség, Csabi? Ez amit mondtál? Ash of War. Ja! De jó ég, már mennyi van. Hú, ezt a Bloodhound Steppet is mondják, hogy nagyon jó cucc. Carrion, itt voltak ilyen Carrion cuccok. Itt van a Horror Frost Stomp is például. Ami OP vagy OP volt. Ott van. Ja, dispellezni lehet a sorcery-ket, incantation-eket. És Green Blade-dé alakítja őket. Ja, ezzel lehet perizni az ellenséges varázslatokat. Ez nekem rémlik valahonnan amúgy. Azt olvastátok, hogy van egy hacker, aki PvP-be széthackeli a mások karakterét? Ja, hát ilyenek sajnos mindig vannak. Jó, tudsz ez a mágus, Perry. Aki esetleg vágja ezt a dungeont, nem kell megoldást mondani, de egy kis hintet mondhatna, hogy most hova tovább, mert hogy most feljöttem ide, de itt nincs semmi kar. Itt nincs semmi, itt konkrétan meg tudom ölni az enemiket, azt ennyi. Essünk le. De hát ott voltunk, nem? Á. Akkor nem voltunk itt. Csak azt hittem? Csak azt hittem, hogy voltunk itt, de közben nem. Ó, basszus. Oké, köszi szépen, srácok. Köszi szépen a helpet. Ennyi elég lesz. Csak ezt nem volt számomra világos. Ez megint ilyen illúzió, hogy direkt olyan a terem, hogy azt hitt, hogy jártál benne.
szemetek. Ez a második ilyen dungeon, ami ilyen teleportálós is volt, mint hogy volt ilyen teleportálós is. Az helyzet lassan ki fogunk fogyni. Hűha. Jó, lehet, hogy másik irányba kell menni. Nem, hát itt voltunk. Itt voltunk. Itt biztos, hogy voltunk. Itt biztos, hogy voltunk, mert ott van az a gargoyle, amit leengedtünk, és itt már nincsen loot. Hogy jelente, nem lenne egyszerűbb? De be van kapcsolva, de az kevés nekem. Az nekem nagyon kevés. Nincs még jól beállítva a monitorom. Mert... meghúztunk egy kart, amúgy. Lehet tudni. What? Én már nem tudom, mi van. Jó, hát itt nincs boss. Kezdjük azzal. Nem leszünk barátok, dungeon. Ja, te biztos nem tudsz átjönni, igaz? Egyed. Egyed a vérzést, egyed! Majd a haverod is enni fogja. Még egy kicsi. Ez az. Ölthetnél amúgy manát, nem? Mit szoktak ehhez írni a Souls játékosok? Meghagyom nektek a lehetőséget. Ja, ja, tényleg, tényleg ott volt. Finger butthole. Jaj. Offer picker. Praise the hole! Igen, igen, ezek jó. Dodzsolta! Lehet, hogy most először kéne használnunk azt a... izét. Golden Rune. Most először kéne használni azt a töltőt. Az FP töltőt, tessék. Ja, még őket is staggeroltam. Na hát, hogyha nem erre vannak, és ez is így zsákutca, akkor mi a fene van, ugye? Jöhet a kérdés. Hát, hogy ez itt nem... aha. Root resin. Tehát akkor igazából ez egy nagy átverés. Azért nagy átverés, mert hogy még a... a gargoylok is le vannak nyomva, de mégis arra kell menni. Haló? Ez a nagy átverés. Csak nehogy ezt a spellt pecseljék. Á, nem hiszem, hogy fogják, ez nem izé olyan OP, mert hogy nem tűnik olyan OP-nak. Tehát, hogy loot sincs, mobok sincsenek, hogy ugye azt itt, hogy itt te már jártál. Akkor tudod, hogy nem jártál itt. Hogyha nem ölöd meg a mobokat. Úgy emlékszem, háromszor mentem körbe, és csak látszólag jártam már itt. Tehát, hogy még a... nézzétek csak? Aha. Milyen kis trükkösek, nem? Something? Ki kéne próbálni a gargoylén, hogy működik.
Szia, ilyen kis lejek is vannak itt, hello. Hát ez várató volt igazából. De megnéztük. Tehát, hogy a gargoylok nem vérzenek. Ha valakit érdekelt volna. Megnéztük. Gyere! Ne. Ja. Itt kosút. Nincsenek kosútok, srácok. De van létra. De jó ég. Jó, tehát gyújtsunk fényt. Húha. Komoly. Szoktam még elhatozni? Felkelte a jatekok. Meg tudod nézni. Az helyzet, el kell nyomnunk még egy ilyen tükkös dolgot. Azt mondják a fiúk, don't give up, don't give up. No head ahead. Mármint, hogy nekem nem lesz fejem. Látjátok? Megvan a kar. Aha, fönt kinyílt. Most lesz a gond, még mindig nincs manám. What? Hát jó. Miből idézzük meg Tisét? Manából, igaz? Van-e annyi manánk? 132. Nincs. Jó. Kellemetlen. Ezt úgy hívják, srácok, hogy kellemetlen. Jó. Nézé. Kutyus! De miért engem? Isé? Pedig most te debüde. Mármint, hogy te debütálsz itt. Én csak annyit akarok itt, hogy dodzsoljak. Na. Elvileg te ilyen professzor vagy. Ő is a legyekkel dolgozik. Legyezünk. Nézd csak, én is akkor küldöm. Jó kis legyeket, na? Ó, úgy, nagyon jó. Lord of Blood's Exhalation. Ez egy talizmán. Lord of Blood. Blood loss növeli az attack power-t. Wow! Az olyan, mint a sapkád, ami nem lesz. Kösz! Ez az! Döf belém, Csabi! Döf belém! Kérdés! Visszatérjünk-e a bejárathoz, vagy van-e itt még valami? Visszamenjünk, vagy sem? Nincs. Jó, akkor menjünk vissza. Katona mellé egy alaptalizmán. Wow! Ez nagyon cool. Jó, észek nektek, hogyha nincs semmi. Itt semmi, oké. Okay. Ez egy dungeon a város alatti... Igen, hol is vagyunk? Igen, megvan, hogy hol vagyunk. Kimaxoltuk, oké. És akkor... ilyet lehet még csinálni.
Underground. Mennyire underground? Ennyire. Hát amúgy talán ez kell. Mert hogy a Homártól igazából lehetne felfele menni, és lehet, hogy az még nekünk jobb útvonal is. Nem tudom, nekem ez tetszik. Kell a világi, amúgy, jó. Hát talán annyiban nem lenne dead end, hogy tudod, itt följövök nem azon az úton, ahol a Homár van, hanem a másik útvonalon, ahol kinyitottuk a szobornál a shortcutot, és akkor talán úgy nem lenne dead end. Ide tesszük a pebble-t, mit szóltok? Nem dángítereztünk még, oda is akarok majd menni, csak nem tudom, hogy hol van, és azt is keressük például. Na nézzük. Rá hogy hat egy kis... Ja, hát rá sehogy. Tehát lementünk. Milyen útvonalak vannak vajon? Azt kell megnéznünk. Ott egy barát. Jaj! Oksa, szólok, hogyha gond van. Ez szívás volt, srácok. Egy lámpa, még egy lámpa. Na, tehát például mehetek felfelé. És itt kapásból vannak páram. Oké! Azt azért csinálták meg, mert én is megcsináltam már ellenségekkel. Nézd meg és ledob. Kösz. Na. Víz lát. Nem vállaljuk be. Azt hitted, hogy fejbe dobom vele? Hát mi baj lehet, srácok? Itt végigfutunk, nem lesz semmi gond, futi. Itt leszek, ott leszek, amott leszek, dob, nem talál el, mert noob. Még egyszer dobna, de akkor se talál el. Itt futunk egy kicsit. Ugri, bugri, hello. Itt rám fognak futni. Mármint rám futnának, de noobok. Srácok,
annyira mondtam, hogy még a izé, capture card is elment egy kicsit. Jó. Tehát most ide lejöttünk. Annyit mondok, hogy jó helyen vagyok. Na, zsír. Na, ezen a helyen jártunk, ez fix. Olyan gyors voltam, nem tudta lekövetni a capture card, ja? Na, ez a hely, ez megvan, ez. Ez a hely az, ahol itt ki lehet kukucskálni. És ezen a helyen szerintem én nem jártam. Vagy jártam? Ha szeretnék tovább haladni, srácok, itt a csatornában. Nem, biztos nem kell leugranom. Erre kéne tovább mennem, vagy másik irányba? Mert ott a homár, azok biztos, hogy ugyanazok a homárok. Jó, akkor nem. Köszönöm szépen, srácok, akkor nézzünk egy másik irányt. Hát az visszaút. Na nézzük. Be akartál lépni R6-ba, de Elden Ring lett? Ajaj, ez velem is mostában előfordul. Igen, tehát itt van ez. Itt van ez. Na, most már vannak patkányok. A patkány suicide lett, ahogy láttam. Na, erre nem jártunk, srácok, ez új hely. Praise the sun. Praise the starlight. Oh, hello! Hogy megállt itt? Na és itt én átugrottam. És akkor itt... itt körbe lehet menni, gondolom én. Jézus, nem. Hogy eltűnt Xboxon a mentésem? Jazzby. Mi történt velem? Srácok, ez egy undorító hely ott lent. Várnak a gülőszemű barátok. És azt nem mondjátok, hogy visszajöttem. Pedig de, visszajöttem. Visszajöttünk. Oké, tehát ez egy másik útvonal. Ez egy másik útvonal, most már ezt is tudjuk. Szerintem most akkor a csatorna... Tehát igen, itt lehet leesni, hogyha valaki noob. És én pedig erre jöttem, mint a profik. Jó. Itt van egy patkány, és itt is le lehet esni. Tehát két helyen lehet leesni, ez safe-ebbnek tűnik azért. Kösz. És ezen a helyen is voltunk, mert emlékszem, hogy ilyet már ölt. Viszont... Ah, túloldalán vagyunk most. Szia. Igen, most ez shortcut. De hogy minek a sarkátja, azt nem tudom, meg nem is akarom tudni. Xbox supporttal beszélek, azt mondták, leszinkronizálja majd a felhőből, de sajna nem tette meg. De fura. Remélem, hogy meg tudják neked oldani. Azt mondják, hogy weak a fó. Na, mit mondanak? Azt is mondják, hogy here. És egy... Van itt egy here. Grace ahead. Here. Legyen úgy.
mint egy vértócsa. Srácok, az egy kis köcsög. Na. Jó, nagy köcsög rájött, hogy én itt rosszalkodom. Reméljük, hogy nem robbanós köcsögök. Ne! Jó, nem robbanós köcsögök. Ez a mázli. És itt van egy lejáratos liftes akármi hely. Oké. Rituális köcsög. És ott egy loot. Aha! A toronyba vagyunk. Srácok, a toronyba vagyunk, és valami vizé rohadt mélyre jövünk le. Na végre megállt a Bolt of Grand Sanctuary kérése után, és megkaptam az All Legendary Armament Achievement-et. Nice, gratula! Tényleg, amúgy nem vicceltek, hogy Grace van itt. Na majd kipróbáljuk, Mikike. Gratula, gratula az Achievement-hez. Hogy állunk 74 ezer, mehetünk tovább. Haló? Azt mondja, hogy vigyázzak a fönttel. Hatos Smithing Stone. Boss fight, srácok. A sok pocsolya. Nyomkodom itt a gombokat, pedig nem kéne. Egyszerűen csak. Be kéne nyomni a Golden Vow-ot. Ezt. Nincs ma nem. Mog. Na. Visé. Csináljad, man. Vagy mutassa meg, hogy kit kell támadni. Ő nem... Szegény a padok rabja lett. Na. Srácok, most van idő. Mog Shackle. Ott is van. Ne haragudj, Mog. Azt a rohadt. De sebez! Azt nézzétek! Nem tudom. Furán működött itt a summon. Nem? Nehogy lecseréljelek teljesen véletlenül. Amúgy... Semmi személyes, de hogy így noob voltál, ne haragudj, de ezt itt most nem tudjuk tolerálni. Mog. Igen. Nagyon furán működik itt, srácok, a
Bleed, bleed, bleed! Amúgy valószínűleg a Lord of Bloodot nem éppen izé Blooddal kéne nyomni. Srácok! Az kellemetlen. Hát ez így halál lesz még egyszer. Ó, pedig épp fel akartam venni a rúnákat. Ó, a bubi fújót is ki kéne próbálni. A nagy mögött már megölted, ő csak a kis mog. A bubi fújót ki kell próbálni. Na, srácok. Nézzük, hogy hogy fog menni ez a testvérünknek. Egy Golden Vow maradhat. És ennyi. Nézzük. Igen, és akkor talizmán csere is kell. És ebből pedig az STRS. Tisé 10-es, Zakika. You died. Jaja, kaptuk. Kaptuk. Na, mi van? Ja. Srácok. Leakadtunk. Húha. Nem látok semmit. Mármint, hogy így nem látok sebzést. Na, végre. Elkezdte karcolgatni. Jó, hát a mimikünk nem csinált semmit ezzel a fegyverrel. Sziasztok, a varázslóknak ez kihívás, mert mindenre ellenálló, csak a fizikai támadásra nem. A szemétje. Hát igen, jól tankolta, csak ha már tankolás, akkor csináltott volna, akkor hozhatunk volna mást is. Győzött a rezes banda. Jaj. Na.
Maximum HP, stamina és equip load növelés. Ez tetszik, tetszik ez a fegyó. Üdő kell hozzá, azért nyomjuk az STR-t. Jó. Van szettje a bubisoknak, ami a bubit erősíti. Komolyan? Na mit írnak? Attacking require door ahead. Oda néz. Oda néz. Csak meg kell csapni. Na jó, akkor leülünk. Tuning kipufogó. Jó ez a fegyó. Na, tehát itt volt egy mog lent. Tehát, hogy a csatorna, tehát a város alatti csatorna végén egy boss. 6500-at kéne varázsolnunk. Talán veled? Közel arcá meg folyton szórja a bleedet, meg csinálja ezt a karmolós, robbanós cuccot, közelülés, szívás. Aha. Ez a buborék amúgy jónak tűnt, srácok. Végre az első boss, ami ellen úgymond érdembe ki tudtuk ezt próbálni. Jól számolom? Talán jól számoltam. Hatvanas int! Juhé! Komet Azurhoz már a követelmény meg is van így. Ah, maradunk ennél a fegyvernél, amit szóltak. Csak nem tudok akkor világítást csinálni. Ez mi a fene? Ő neki mi a baja? Could this be a checkpoint? Morgó lezárt a srácok nekünk ezt a részt. Shit, akkor mindegy. Tehát itt ilyen őrült fazonok vannak. Jó. Szia, Enci. Cathedral of the Forsaken. Oké. Okay. Viszont, nincs még meg nekünk... a barátunk. Nincs még meg nekünk a Dungeater, úgyhogy hozzá vissza kéne mennünk. Jó sokat jöttem. A Dungeater is itt van, nem? Nyugtassatok meg, srácok, hogy azért jó fele jövök. Szemetek. Erre van, oké. Okay. Egyed a buborékokat! Egyed csak ez az. Nem erre van? Akkor... Azt mondjátok el, hogy melyik checkpointhoz, vagy mi az Grace-hez kell mennem, hogy dungeaterezzünk. Mi a helyzet, Enci? Igen, itt van a Dungeater valahol. Az utcány, menj balra. Ez a checkpoint, csak nem erre. Jeges, oda nézzetek, hogy kicsapta az 58 hónapját. Köszi, köszi. Az igen, még be is crashelt a játék jeges 58 hónapjától. Na most mi van? Na. Peregjenek, srácok, a szvegek jegesnek. Köszi szépen a támogatásodat. Hát sajnos ez egy crash. Talizmán és fegyvercsere volt, és utána meg Grace-t használtunk, mármint hogy teleportáltunk, és így crashelt ki a játék. Nyitva van a padlón a rács valahol, és ott esd le. Aha, tudom akkor, hogy mire gondolsz. Szia, bolyolom. Most kell írni, hogy arra, de nem arra, hanem a másik arra. Oké. Okay. Megvan, hogy mire gondoltak. Szóval ott van való a Dungeater. Jól van. Mutassátok meg, hogy kell jegesnek pergetni a szvegeket. Menő ez a buborék fújó, ugye?
Azért fagyott le, mert futott. Tudományos magyarázat, jobbat nem tudok. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat közben. Jézusom, már 4 óra. Menj arra, merre eddig még nem mentél. Ez amúgy tetszik. Ez jó, ez jó lehet. Ez tetszik. Nekem Sirakának a tippje tetszik. Láttátok az új speedrun rekordot? 22 perc. Akkor le vagy maradva, mert én az ebédszünetben 18 perc, 49 másodpercet láttam, vagy 48-at, nem tudom. 19 perc, 49 azt hiszem, vagy 18, 49. De 20 alatt volt, az biztos. Ez ilyen shieldes, teleportálós, warpos rám volt. Jaja, már 20 alá lementek. De hát nyilván ez 1.02-es patchen, ha minden igaz. Glitch kihasználós? Igen, igen, igen. Na most vagy jobbra van az a rész, vagy balra, de szerintem balra. Azt mondtátok, hogy az utcán balra, igen. A bonfire-től. Na nézzük, ők mennyire szeretik a bubit. Egy próbát még megér. Ha így csináljuk, mondjuk. Repülő glitchát, abban mindenféle glitch van, srácok. Hajzsos teleportálós. Nem túlzottan érdekli, srácok! Van ideje a fiatal embernek, ugye? Egy lélegzettel Nikle képes? Tudod, ami? Jó. Leülünk. Ez jó, de nem erre. Na, ez most konkrétan jó lesz. Hogy is van? Már nem emlékszem az a helyzet. Szerintem van egy olyanunk, hogy Golden Wow. Aztán van olyan, hogy Buff. Grant me strength. Aztán van ilyenünk, aztán van Cleanse me, aztán van villám. Tudja, hogy amúgy ki fog maradni valami. Igen, van ilyenünk is, hogy az, amit Gideon adott nekünk. Hát most meg nem találom. Na, jó étvágyat amúgy, Enci. Enném a pizzát én is. Azt nézzétek. Noble Presence, Shockwave, Bestial Sling. Loretta, a Gatebow neked nagyon adná? Hm? Itt van amúgy az új Blood Flame Talons. Ez robbanós cucc. Hát végül is belefér. A Glintstone Pebble helyett. A Glintstone Pebble helyett ott van a villámszórásunk, úgyhogy jó. Egy fene, legyen a... izé. Ez. Ezt le kell cserélnünk. Így, és akkor ide pedig jöhet ez. Hat. Ide pedig az FP csökkentő. FP csökkentő talizman. Így van.
Milyen pizza egyébként, mielőtt még így belecsapnánk? Enci. Jó, egy ilyen. Aztán jött ide a botunk is. Szuper. Sonkás paprikás, nice. Szávasz, Viktor. Nem akartam leülni. Tehát balra kell mennünk. Próbált mindenféleképpen megért. Tetszik, hogy hogy fel lehet charge-olni. Azt nézzétek mekkora. És most elengedem. Gyere. Az van. Az van. Hé! Hey, ez az én szentélyem! Hát ez eddig borzalmas, srácok. Na. De meg lett. Az a helyzet, hogy... Ez így nagyon jó, meg minden, de hogy... Most igen, megöltem, és lehet mondani, hogy akkor minek ültem le. Azért ültünk le, hogy ezt kicseréljük. Amúgy tetszik, tetszik, jó. De most ide, ami nekem kell, az igazából az unseen form. Úgyhogy én erre gondoltam, srácok. Ki volt az? Szia, Gege. Hú, te jó ég! Egy jó tűz! Haló? Nyomom, spammelem itt a gombokat, azt a rohadt. Jó, itt meg már kiírtás lesz. Oké? Okay? Srácok. Dagad az így bizony. Na. Egészségedre amúgy, Enci. Nem tudom, mondtam-e. De most már mondom. És mi itt rögtön elmentünk jobbra, igaz? Vérzik vajon a növény? Ez egy tudományos kérdés, srácok. Ó, ez az. Ég! 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 Ez csak jól nézni, tehát hogy nem hatékony, srácok, de minden esetre jó nézni. Tessék. Ja, ó, ne.
Ajjaj. Félek, megnézi a Stromist. Na jó, a címet megnézzük. Burn. Égjenek csak a virágok. Van erre ellenszerem amúgy, kicsi virág. És ehhez mit szólsz? Azt se szeretem. Mi alapján csinálod a fegyverrel, hogy Kamehameha menjen, vagy az égetés? R, majd az L2-t lenyomom, és R1, vagy R2, attól függ, hogy melyiket akarom. Az R1, az... a Kamehameha, az égetés, pedig az R2. Szaftos klippeket megtartod magad? Az igen, akkor majd át kell böngészgetni a klippeket. Majd a glitch kihasználó speedrun videókat a fejlesztők is nézik? Az alapján van még mit javítani. A legdurább a belfrish farum, azul a teleportált, glitch-el a normál ezerre is hasonló. Nem tudom amúgy ezek a glitch-ek mennyire maradnak bent a játékokban. Csak meg kell nézni a DS-eknél, hogyha ez hogy működött. A Long Tommy. Ja, hát erre már nincsen. Azt a rohadt! Komoly sebzések vannak itt a kezeknél. Jó sok ujja van. Ezzel aztán lehetne zongorázni. Nem igaz? Talán ez amúgy az eleje. Spanunk. No attacking, go ahead. Tehát... őt most itt ki kellett szabadítanunk. Így van, így van. Tehát ennyi volt. Tehát, hogy őt most ki kellett szabadítani. A kakis faj és ég ending ez. Ne nagyon spoilerezzetek, srácok, léci. Bár ennyi is ismeritek meg, tudjátok a játékot. Children's children.
És miért jó ez a Seed Bad Curse amúgy, srácok? Erre nyugodtan válaszolhatok. Tehát, hogy így már én begyűjtöttem az ezt az itemet pár emberről. És ő osztja tovább az átkot, de az átokosztás az miért jó? Ugye a lore alapján. Itt nincsen hidden pár. Talácska, nincs barátkozás. Most nincs barátkozás. Oké, tehát hogy... Oké, akkor újra töltjük a területet. Hát, ha lesz valami. Az ő megvett embernek az átkai. Lore az, hogy aki megátkozott, annak van le... A lore az, hogy aki megátkozott, annak a lelke nem tér vissza az Earth Tree-hez. És akkor mi lesz helyettem? Miért jó ez egyébként? Mármint, hogy neki. Meg a világnak. Na tessék, ő most eltűnt. Ja, tehát akkor... aha. Tehát akkor meghal. Tehát akkor ő gyakorlatilag öli az embereket. Jó. Fontos kérdés. Így, hogy Morgott elzárt előlünk egy ajtót. Azzal most ne foglalkozzatok, hogy azután mi van. Azt majd megnézzük, hogyha Morgottal végeztünk. De azt leszámítva. Mindent összeszedtünk a... csatornából. Szerintetek? Igen? Zsír? Amúgy is meghal, de az Earthy Tree a teória szerint az emberek lelkéből áll és azt osztja szét. Aha. Egy idő után elfogy a fa. Uh-huh. I will defy you next, come to the outer moat, azt mondja. Oké. Okay. Jó. Wow. Aha, tehát 5 Seed Bad Curse kell neki. Megnéztem. Nekem kezd elegem lenni a kélétből, az a nyomasztó atmoszféra meg a beszaratos zene alatt a ideg ránsz ki tőle. Ja, én is örültem, hogy végre vége. Köszi az infót, srácok. Köszi, köszi. Megnézzük ezt a helyet. Aztán megyünk tovább. Így, hogy megvan az összes flaskám, a Golden Seed-del mit kezdjek? Adjam el? Tudok vele valamit csinálni? Tudom értelmes dologra használni? Nem? Ember Starlight. Nekem van 21, nem tudom felhasználni. Ja. Igen, egy halott világot fogok átvenni? Hát akkor, hogyha... akkor, hogyha ezt választod. Akkor igen.
Ilyen itemről van, szóval Golden Seedről, hogy mit csinálják a Golden Seeddel, amit már nem tudok elhasználni. Izu is Cardmaster. Ja, hát akkor, hogyha nem tudom semmire használni, akkor igazából el is adhatom. Tehát akkor ez valami más. Ember Starlight. Nekem 33 van New Game Plus-ba. Haha. Na nézzük. Ez Seruvis questjéhez kell. Shit. És ad nekünk egy mágikus skorpió charmot, növeli a magic attackunkat, de csökkenti a damage negotiationunkat. Tehát ez ilyen Seruvis questes cucc. Szuper. Na, megyünk tovább, srácok. Méghozzá... Hát szerintem a balkoniról. Köszi szépen a válaszokat. Még egyszer. Igen, ide akartunk jönni, csak napközben. Bár a reggel is jó. Most lefagyott a játék. Ó, basszus. Jó. Hát akkor jócskán beszippantott a játék, Cardmaster. Na. Osztara! Erős kezdés. Jó. Őket ki akarom hagyni. Meg lehet a Scarab Talizmán, amelyik a runát növeli ölések után, bár megszenvedtem érte. A szívás megszerezni? Pillanat.
Mindjárt jó lesz. Ja, nekem megvan. Csak... Már nem emlékszem, hogy nehéz volt-e megszerezni, vagy sem. Hát ő lát. Ha futunk, akkor lát. Jó, ők is látnak. Működik. Eddig működött. Jó, az eszpe... Jó, amúgy csak nyilván nem futni kéne vele. Ha már megláttak, akkor már mindegy, azt nézem. Jaj, neki is van. David, hagyja csak, hadd fedezzük fel a dolgokat, nem kell ennyire lelkesen mondani, hogy mi merre van, hol, merre, hány méter, hagyjátok, hogy hadd fedezzem fel a dolgokat. Nézem, én felmászok? Létra! Hat. Ne, csak akkor mondjatok dolgokat, hogyha kérem, srácok. Ja, hogy a, ja, hogy nem a létrára gondoltál, hanem igen, akkor az sárkány, igen. Jogos, jogos. Hol vagyunk most? Aha. Grace. Praise the Grace. Nincs eló. Hoppácskám! Megyünk vissza. Á, nem, pont, hogy nem tudunk itt visszamenni. Hello! Huh. Mi ez a hely? Ó, oh, barát! Az komoly. Ja, látom! Hát ő ott próbál engem sebe... Asztara. Nem leszünk így barátok, ne haragudj. Ez elég aljas húzás volt. Ez elég aljas húzás volt. Nagyon tetszik ez a build, lehet, hogy egy full new game-be ilyet kezdnek.
Na, hajrá, hajrá. Jó. Jó. Most megyünk másik irányba. Hát, mivel ő is ilyen kavicsos, gondolom nem jó ellene a vérzésem, de nem is akarjuk használni. Messze. Nagy fájt. Quality fight konkrétan. Milyen jó, hogy vannak szárnyai, igaz? Elővette. Meghallotta, hogy beszóltunk. Bocsi. Nyugodtan. Az előző ezért rá is tetszett nekem. Hol vagyok? Megvan. Pedig ott volt a lépcső. Itt is van egy lépcső. Kane Sword. És egy kar. Kinyitottuk a nagy kaput. Srácok. Vannak a rúnáink. Megöltétek Galád mód a szegény sárkányt, aki nem tudott magával mit csinálni. Ejjjj! Hát komolyan. Hát milyen emberek vagytok ti? Ó. Oh. Te vagy a barátunk, igen, emlékszem már. Az a Souls játék is stresszes? Souls játékok stresszes játékok bizony. Ah. Itt voltak olyan vicces katonák, ugye? Meg kutyák. Kutyákok. Hello, Ebb. Hát ez csak ilyen nagy plac. Nem, nem nagy plac, ott van valami bejárat. Azon nem meggondolkodsz, hogy sárkányvarázslatot használják? Drága. Árkénes. Nincs árkénem. Tehát mégis csak a varázsló karakter az igazi? Hát, mi? Stresszes.
stresszes ez a játék, bármilyen biedet használsz. Innen, mint hogyha tovább lehetne menni. Tölte meg fia Deet. Nice. Shansti fiad Wetblade. Srácok, ez itt a Round Table Hold. Golden Type Ashes of War. Wow. Hammer. Itt van a kalapács a Hugh-nak. És itt a Kane szordunk. Hammer. Uh-huh. Wow, tök jó. Tök... Oh! Tök jó. Hát ez nagyon király. Ez a Round Table Hold. By my sword. Hát ezeket nem is tudom, hogy el lehet olvasni. Nem tudom, emotokat nem lehet elolvasni. Heroes Room. Ez OG Round Table? És ami nekünk ott van, az micsoda? Ahova hazamegyünk. Runark. Teóriák szerint egy alternatív univerzum. Ha jól tudom, azt talán Ráni hozta létre. Tök menő. Ráni hozta létre, hogy jöjjenek a tárnisdok. És megmentsék őt, segítsenek neki. Ha már nincs teste, ugye? Itt lenne az új. De nincsen új. De van Cody the Sword. Már ha megtalálom. Vak vagyok, srácok. Ez lehet egy talizmán akkor. Itt van. Coded Sword. Beast Fate fegyver. Haló? Egy olyan pallos, amivel, aminek a támadásait nem lehet blokkolni. Hello. Azt a rohadt, srácok. Ez tetszik. Jelöli a játék az új fegyvereket, tehát hogy nem kellett volna bénáznom, ide eljövök. Nyomok itt egy ilyet, azt itt van, legalul. Csak lusta voltam. Ez a menőkard, amire gondoltál? Nice. Ezt enemin is megnéz, az a gond, hogy ahhoz fel kéne húzni. Lehet úgy is rendezni, hogyha nem X-et nyomok, hanem át. Komolyan? Ja. Ja, látom, aha. Látom. Aha. Ja, látom most már. Köszi. Csökkenő vagy növekvő, aha.
Tehát ez egy rejtett kard, amit egyszer egy tárnizsnak adott egy két új. Jó, és akkor most a másik irányba kéne mennünk. Gideonnak itt nincs semmije. Ez csak egy ilyen elmélkedés magamban, hogyha Gideonnak itt nincs semmije, illetve az a... Vajon mennyi ember tudhatott egyébként arról, hogy az csak egy áll roundtable hold. Seedbed Curse, egy újabb. Nem tudom, mennyire járhatok. Seedbed Curse. Három, tehát akkor még kell kettő. Oké. Okay. És... lehetne azt csinálni, hogy most leugrunk, vagy lemegyünk a lépcsőn. Szerintem lemegyünk a lépcsőn, az jobb. Nagy mázi, hogy eddig még nincs enemy. Ez itt a papok részlege. Two Fingers Prayer Book. Lord's Heal, Lord's Aid. Illetve ugyanúgy voltak itt Black Key boltok. Jóféle támadás. Itt viszont már nem volt semmi. Ez szomorú. Ez volt a másik gargoylokkal, vagy mi a Stone Sword kijel védett hely. És az ajtó nyitva. Itt volt az őrült akárki. Felhúzom, mert nem olyan jobb kézben harcolna? De, jó. Nyilván jó, hogyha... ha nem Sword of Night and Flame-ezni akarok. Alberich Pointed Hat, Bracer. Akkor ő az, aki megtámadott minket. Konkrétan ő van itt. Próbáljuk fel az ő szettjét, mit szóltok. Alberich. Van tényleg van piros cucc a földön. Piros köves. Apa. Red Glintstone. Blood of Sacrifices. Testrészem. Ilyen tiéta dolgokat csináltál? Red Glintstone. Red Glintstone-nal operált. Az őrült nyelv. Na. Észre se vettem amúgy.
Ja, várjál, hát izé, küldetésünk is van. Ja, visszaváltjuk ezt, és akkor mehet. Meghalunk szerintem, de megnézzük. Ja! Hogy ketten támadunk. Csináljak amúgy én is valamit? Mehet? A bleed mehetne. Wilhelmnek. A sikolyok sikolyozójának. Azt a rohadt, mi az a fegyver? Mennek. Hát ezek elől nem tudsz menekülni. Csű! Kinek asszisztáltunk most? Ez nagyon menő volt. Patchesnek asszisztáltunk most? Fú, nem is tudom, hogy kinek volt. Nem is emlékszem, hogy ki kért meg minket erre. Raging Wolf Helm. Fú, nem emlékszem, hogy ki adta. Az a csávó adhatta, akit úgy hívnak, hogy Bernal. Ő Bernal, igaz? Ja, ő Bernal lesz. Na, egy újabb set. Fashion Souls napot tartunk. Raging Wolf. Erre a szed- nelvesedett mindenki komolyan? Ez menő? Amúgy. Ez jól néz ki. Nem ez volt a trélerbe? Nem néztem még a trélerét, meg a játéknak, pedig meg kéne. Ó, egyik azoknak a tárnyisdoknak, akik meglátogatták a Round Table Holdot. Na de vajon melyiket? Valószínűleg amúgy az eredetit, ha már itt voltak. Jó. Merre is voltunk? Erre még nem voltunk. Erre akartunk menni, csak Szélon azt mondta, hogy tapicskoljuk meg a piros jelet. Ja, szóval szerintem Bernal volt. Bernal volt az, akinek most segítettünk. Mondanak a fiúk. How's your head? Oda néz. Flightless bird painting. Oda nézzetek, még egy paintinget is találtunk. Na, most, hogyha visszamennék a Round Table Holdba, biztos tud. Minek is mondja ez? Fortified Manor First Floor. Fortified Manornak hívják. Grayshead. És ezt nyitottuk ki. És ezt meg nem tudjuk meghúzni. Miért van valakinek a fáról képe az ágy felett, ha a fa alatt él? Hát figyelj, föl se kelljen kerni, már rögtön látja. Ó, de jó. Ó, de jó. Szia! Milyen damok vannak oda bent. Szia, hello!
ciki. Igaz? Egy kép olcsó, mint egy ablak. Hát, hogyha magadnak fested, akkor meg pláne. 1700-at sebeztünk elsőnek. Figyelj már, használd már itt a bejáratot, légy szíves. Szia, itt lesz a bejárat. Most nagy azt mondta, hogy nem tudod használni. Jó, hiszek neked. Tudod, mit hiszek neked? Megtanulta? Hopp, megtanulta. Kapta. Kicsit sok is ment rá, de kapta. Itt lesz egy lift. Az kell nekünk. Az konkrétan ott van, srácok. Wow. Stormhawk Axe. Bitterfly. És végre elérhetővé vált a nagy lift. Csak nem eljött az idő. Eljött Zakika? Nem tudom. De elérhető most már a nagy lift. Nem, Morgó még nem halt meg, hogyha rá gondolsz. Jó, óriás barát már nincs itt. Ez pedig úgy néz ki, mint ami működni akar. De nem működött eddig. Ezért jöttünk amúgy ide, mert tudtam, hogy ez itt van. Húha! Srácok! Szerintem... A Stormhawk Axe nem ennél felé volt? Megnézzük. De, mert hogy neki volt a Stormhawkos esíz akármilyen. Úgyhogy valószínűleg az övé volt. Itt van. Valószínűleg az övé volt. Jó. Hát ott vége van a világnak. Izolált Divine Tower, ami amúgy le van zárva. Szuper. Tehát most teleportálnunk kell, az biztos. Köszönöm szépen. Tehát, hogy itt van valami. Izolált Divine Tower, ami innen portál. Jó. Hát akkor... Ki tudunk menni a Manorba, és akkor ott még tudunk nézelődni. Aztán ott fönt lesz a Rampart. Jó. Szevasz, Zsalmaster. Tehát akkor lámpa elő. Kilács bekapcsol, azt megyünk ki. És van még egy gyökér, amit meg lehetne mászni. És olyan mondtátok, hogy költséghatékony a spear, ezért költséghatékonyan jól megdobáljuk őket. Ez pont. Én sose voltam itt. Szóval ezt... Miért lesz 24 öresztény? Mikike?
Ja, a másikat azt nem agrózzuk be, azt nem lesz gond. De ő akar még engem így is? Ja, hát majd akar mást. Szerintetek ő rám van állva? Öljük meg. De hát én nem akartalak bántani. Tessék! Nézd meg. Mit csinálsz? Meg van zavarodva. Amíg nyitva van, addig kell csapkodni. Lassan 8 óra, és utána menne, hagyd abba. Hát... általában 5 óráig szokott peregni a stream, Mikike. Hello, int vagy fade build. Mindkettő? Ez csak... mindkettő. Ez hybrid build. Most legyen 10 órás. Nem szoktak ilyenek lenni, hogy 10 órás, vagy 8 órás, meg akármilyen, nem. Reggel 10-től pereg 5 óráig. Na, próbáljuk ki a véreztetést a fiúkon. Segbe. Egy kis segbe véreztetés. Na nézzük, mit szól hozzá. Ja, fejlődtem. Sword of Maiden frame-mel. Előtte meg a tízes golyóbissal. A flame sling-gel. Hopp, hopp, akkor meghalt. Ez vicces volt. Aha, először fate nem raktam, aztán ment az int. 30-ig mentem a fate-tel, aztán pakoltam az intre, hogy tudjam használni a Sword of Night and Flame-et. Ott van fent az IS. Ajaj, ő már lát innen. Most visszaadjuk neki, srácok. Csúnya! De meg kell, hogy halljon. Még egy utolsó. Azt hitte, hogy kikerüli. Én Astroval kezdtem, most 35 intem van, Crystal Sword egyelőre, de még csak 60 körül vagyok. Aha. Gravenstone Seal. Ó, nem néztem meg, hogy ez micsoda. Ez egy talizmán? Ajaj, leugrott közben. Megunta. Ajaj. Ó, oh, nagyon jó. Hú. Szóval, ja, majd megtalálod a neked való buildet, ami így tetszik, beválik.
Egy szinttel följebb, mert hogy lovat nem tudunk használni. Egy... Oh. Ott egy lút. Oké, okay, hát végül is ezt így is meg lehet csinálni. És valószínűleg amúgy így is kell megcsinálni. Ha mondtam, az kérdezést akkor is lehet korrigálni, hál' Istennek egyelőre nem gyenge. Az jó, az jó. Én Godricnál éreztem azt, hogy nagyon kevés a flameslingem. Úgyhogy elindultam fegyvert keresni. Gravel Stone 3 darab Gravel Stone. Na, van, aki innen mássza meg. Sőt, igazából máshonnan nem is lehet, vagy lehet, de én innen ugráltam le. Oké, okay, akkor egy út van, sőt, több út is van, de most mi egy utat fogunk megnézni. Méghozzá azt, ami ide visszavezet, és akkor használjuk a gyökeret. Vagy ne használjuk a gyökeret? Ne használjuk a gyökeret, mert először fel akarunk menni arra a fegyverre. Summont használok-e bossnál? Aha. Az elején nem használtam. Melyik út vezet Budára? Hát itt ezek közül még egyik sem. Tényleg jó, hogy mondod amúgy. Ezt a szumonos dolgot már tisét át akarom majd rakni. Tehát, hogy ne a mimik legyen. Buborék! Aha. Nézzétek csak. Ez az az út. Okés. Ez lesz az az út. És nekünk oda föl kéne menni. Ott meg van egy aréna közben. Aha, igazából mindegy, hogy honnan jövünk. Nézzük meg ezt az utat először. Ez szerintem sokkal érdekesebb. Egyed! Hoppá! Bekapcsolt. A duelistának a nagy baltája. Jó, sokan vannak ott az ágakon. Egy boss fight van, skacok. Menjünk inkább oda. Rituális shield talizmán. És ez pedig a round table hall-nak a teteje. Na,
kapcsolunk lámpát. Boss nevet mondtad amúgy, Mikike, azokkal tisztában vagyok. Az, hogy milyen, merre vannak a bossok pontosan, azok annyira nem világosak néha, hiába nézek speedrunokat. Mert hogy ott nem feltétlenülnek mindig minden bosst. Meg nagyon ritka, hogy egy speedrunt így teljes egészében végig tudok nézni. Úgyhogy mivel főleg streameket szoktam, így annyira nem kapom el, hogy mi merre van. Most ezt a 18 perceset vagy 19-et, ezt így most végignéztem ebédszünet alatt. Érdekes volt. De Express, de jó neved van! Ez tetszik. Issue of Radagon, really. The Erd Tree, heart of the Golden Order, lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Karin testvér. Na, sok sikert Horalúhoz. Aha, ott a följáratunk. Azt mondta, hogy Oh, was that you? Sorry, but I hardly noticed. I'm a little shaken since the master ceased his movements. Yeah. Oké. Corin most akkor jön ide Corin, hogyha legalább kettő nagy rúna van nálunk. És nem tanult nekünk semmit. Menni a napra forgó a fején. As we neared the Erd Tree, make endinget for what channel? Still a precise calculus. The rhythms grew increasingly wild until he simply ceased. Now the master is facing quite the puzzle. The Pranishat akarok. Is founded on the principle that Marika is the one true god. That. However, the name of Marika's second husband, King Consort Radagon, also. Az helyzet, hogy nem tudom 100%-osra. Azért a Ránisra gondoltam, mert az a leghosszabb. Ja. De amúgy kb. Mindegyiket meg fogjuk tudni csinálni. Az a gond, hogy a Frenzy Flame-es valószínűleg, nem néztem még utána, de valószínűleg a Frenzy Flame-es nem... Tehát hogyha azt elkezdjük, akkor az nem fogja engedni az összes többit. Radagon. The master is stumped. His finger has remained still ever since Radagon. De amúgy ez nekem nagyon tetszik. But oh, how important could it really be? The Erd Tree, heart of the Golden Order, lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Az a rossz a kending? Yeah. Who exactly? The master is. His finger has remained still. Ever since Radagon's name was but oh, how important could it really be? The Erd Tree, heart of the. Why must these? We were on the very. Jó. Prayer Book-ot nem adunk neki. A Frenzy Flame-es ez az a trükk, hogy azt hagyd a végére. Ja, mert hogy mondtátok, hogy meg lehet oldani azt, hogy leszedjük magunkról
az őrültséget, amit Pisti is csinált például, és akkor meg tudjuk csinálni azt, amelyiket szeretnénk. Csak hát az nyilván nem lesz meg a Frenzy Flame-es ending, ezért nagyon-nagyon nagy adok, hogy mi legyen. Azért akarom megcsinálni a Frenzy Flame-et, mert ott lesz Hiettának a küldetése, legalábbis arra fele. Legnehezebb boss kell megölni hozzá, ha visszavonod a Frenzy Flame-et. Az nem baj. All boss rant csinálunk, meg ilyen all quest rant, legalábbis egy ideje. Hát de őrültnek lenni jó. Hát... A rán is az sokkal aranyosabb. Amúgy újra töltjük most. Igen, az ő küldetésének legvége sajnos a Frenzied Flame ending lokkolása után van. Komolyan? Nem, na mindegy, ebben nem akarok annyira belemenni. Köszi. Köszi. Majd meglátjuk, hogyha eljutunk valameddig, hogy mi újság Hiettával. Igen. Oké. Okay. Jó. Jó, ő itt van, mi meg mehetünk tovább. Lehet azt is safe scamolni, ha nagyon akarod, mert le lehet szedni a tizet. Ja, csak... Hát na. Fog utána titkos ajtóra... Nem tudtam, mert Morgó még nem halt meg. Morgó még nem nyitotta ki, úgyhogy majd oda fogunk menni. Morgó meghalása után természetesen. Kijött a questjéből? Egy lépés kimarad? Megnézem majd, srácok. Megnézem majd, hogy mindent meg tudjunk csinálni. Majd több dolog világos lesz? Okés. Most az világos, hogy itt boss fight jön, amit még meg akarok csinálni. Hogy legyen valami menő boss fightunk. Ha már itt vagyunk az Airtree-nél, akkor... Ez biztos. Ha valami, akkor ez biztos nem szar. Ajaj. Akár kettő is jel? Megnézzük. Stay alone. Na basszus. Charge-olni kéne. Nézd meg, kikerüli. Ott van loot rögtön szemben. Viszont oda... Milyen kis sunyi volt, láttátok? Igen, még mindig nem charge-olok, bocsi. Én ágyam. A francba. De legalább itt föl lehet menni. Talán elég közel mentünk hozzá, és nem. Annyira király ez a támadás. A láncsa intes vagy fétes? A kérdés jó, a válasz pedig... Az, hogy fétes!
Na, azt ilyen használta akkor fejtás. Na, basszus. Ne, hogy leüssél innen. Ne, a loot. Megvan. Guardian Sword Spear. Gríz és gríz. Inkább a buffokat, aha. Nagyon jó. Itt mit csinált? Itt fel lehet ugrani? Biztos. Várjátok, ez ilyen izé, skipperinós ugrálás. Igen, ez a speedrunos, aha, azaz. Ott van loot fönt. Aha, meg Godfrey is van fönt. Ah, bebételtek ezzel a loot-tal ott. Miért ide máshogy fel lehet jutni? Itt, ha fölugrálsz, akkor nincsen Godfrey harc, ha minden igaz. Ott áll bent. Ott áll bent. Nyomni kell akkor a speedrunos taktikákat. A Golden Wow. Cuccos, muccos. Várjatok. Le kéne cserélni. Isé. Ezt még nem tudjuk így megidézni. Haló? Lehet tudni? Lehet tudni, hogy mi történik a képernyőn? Agyagos amúgy. Szerintem nem lesz meg a kill. Srácok, akkor szállunk be, hogyha meghalt isé. Főnök úr, ne ide nézzél! Hú, de keni neki. De ne, hát ne ide, ne rám nézzél, hát ott a, izé, summonom. Testrészem. Haló? De hát, miért pont én? De hát én direkt nem. Na. Jó, hát az a helyzet így meg fog halni. Ja, hát amúgy neki meg nincs HP-ja, tehát hogy így nyomatom ezt a képességet, csak hogy ez nem fog menni.
Várjál, kifogytam! Tessék! Talisman Pouch! Egyébként szerintem el kéne kihúzni a 40-ig a Vigor Cofkepig, az a 10 pont, kb. 50% extra AP-tan. Aha, lehet amúgy. Hú! Szerintem Phase 2-ben újra aggrózhatod. Nem akar támadni, Tisé. Ezt láttátok? Szóval ott van fönt loot. De 5 óra 13 van. Franc. Nem hagytuk, hogy Tisé lehozza. Pedig kíváncsi lettem volna, hogy milyen. Bár láttátok, hogy Godfrey-nak nem sok HP-ja volt. Ez azért van, mert hogy ő nem az igazi. Ja, lett új talizmán helyünk, a talizmán pouch miatt, úgyhogy ide már be lehet rakni dolgokat. De hogy milyen dolgot akarok berakni? A charge-osat. Tessék. Godfrey-nak az ikonját. Nyilván az nem jó a Sword of Night and Flame-hez, meg a flaskák se jól vannak összerakva. Ahogy ezt lehet csinálni. És itt mit mondanak a fiúk? Az udós előttünk. Aha, ez lesz a lejáratunk a kardjához. Opa, na tessék, Somber Smithing Stone-ot. Ja, szóval itt voltam úgy Phase 2? Mármint, hogy így én nem láttam semmi különlegességet. Mit csinált volna a Phase 2-ben? Nincsen ló. Amúgy ami még tényleg gyengébb, mint Tisé, mert szerintem ezeket a spellekkel elég erős a mimik is. Hát, hogyha nem Sword of Night and Flame-em lenne, akkor lehet, hogy erősebb lenne. Ó, itt vannak ilyen újak. Tehát ő az olvasónéni. Új olvasónéni. Új olvasónénik. Szegény. Nem tudom, nálam a mimik tér az nem gyengusz. Szent Gríz. És ez micsoda? Itt is sok új olvasónéni van. A mimik vacakul varázsa. Tisé akkor olyan tudod védeni, mert azt a dotot, amit felrak, nagyon erős. Ja, azt úgy el kell kasztolja. Hát itt meg semmi nincs. Na menjünk feljebb, vagy lejjebb? Nézzük. Tehát a lejjebb az halál, a feljebb az meg jó út. Tehát ott a loot. Jó. Mit mondanak? Ó, hogy megmásza. Grace. Raise the grace. Ó, te jó ég. Te jó ég. És ott van lent a loot. Igen, ott van lent a loot. Aha, és ott meg nekünk lejjebb kellene mennünk majd. Oké. Okay. Csak nézem, hogy hogy lehetne megszerezni a pengét. Tehát az a helyzet, hogy... Tehát, hogy... Ezt... Értitek.
Hogy megpörgött a kamera? Jó. Nem gondoltuk, hogy ő ilyen combos. Persze azért kapta rendesen. De amikor felugrott, hát az a mit lehet csinálni? Az a konkrétan mit lehet csinálni, srácok? Ez ilyen esélytelen szituációnak tűnt. Na nézzük. Itt amúgy körbe kéne menni. De nem tudom letenni a játékot. Nyomunk egy Golden Wow-t. A spanunk szétű éreztek itt. Vajon ahhoz mit szól? Ilyen assassino. Haló? Haló? Állj már ne! Hogy így? Aj! Ugye leesek! Na! De csak lenyugodott. Hát akkor nem, nem izé véreztetőssel küldjük meg. Hát hogy nyomta a incitáncit? Jó, ahogy látom itt pára még meghaltak rajtam kívül. Jó. Ja, ez a Kamehameha képesség csak a izé kis tesója. Blessing of the Earth 3. Na nézzük. És emögött az ajtó mögött van Godfrey. Ha minden igaz. Haha! Itt a sok speedrunner! Hogy tesztelgetik itt? Oda néz. Már itt emögött lenne Godfrey? Hogyha... a leégett kapitóliumban lennénk. Srácok! Ha megidézem őket... ha nem idézem meg őket, tönkreteszek valamit? Tehát nem kell őket megidézni, ugye? Mit mondtak? Ha jól emlékszem, azt mondtátok, hogy egyik hez se kell idézni. Nem idéztetek, jól van. Akkor bemegyünk így. Na, srácok! Kettisé! Na, ezt nyomunk egy ilyet. Aztán egy ilyet. Aztán egy ilyet. Aztán egy ilyet. Egy summont. Akkor nem. A jobb oldali csak ember volt. Melania volt. A félszemű csajsi. Ő pedig Morgó. What is thy business with these thrones? Aha. Godrick the Golden. The twin prodigies, Mikola and Melania. Nekik miért vannak trónjaik itt? Sose ültek itt egyszerre, nem? Vagy igen, amikor Marika még egybe volt. Ricardo? Willful traitors. Upszetjen egy uram Meléniának? Shit.
Na és most válik Margitból Morgott. Amúgy mindig is Morgott volt. Csak a kivetülései Margitok. Megmutatja, hogy mi lapul a bütykőse alatt. Akkor Melina, bocsánat. Az utolsó király. Az komoly. Parancsolsz? Ez én vagyok? Anya, veszed? Gyere, ti se! Miért rásúvintott srácok a pallos, meg a tűz egyszerre? Szegény. Szegény morgó. Hát erre kár lett volna előrejelzést kérni. Átalakult. Leved lett a srácok. Milyen karaktere játsz a Confessor, amit hallani akarsz? Gondolom én. Lehet, hogy Melinának a movesetje is durva, Krisi, nem láttuk. Lehet, majd kéne nézni róla a videót. Senki sem lehet Elden Lord. Nekem is first try volt, de most konkrétan te voltál neki a boss. Morgó most már meghalt. Srácok. De a boss kapu még mindig ott van. Haló? Túl gyorsan öltük meg? Itt lesznek az assassinok, puti. Jönnek a Blackblade-es assassinok és meggyilkolásznak minket. Na és itt most bemegyünk. És akkor megöljük a gonoszt. Senki se léphet be az Airtree-be, azt mondják, mert a tövisek nem engedik. A boss kapu még mindig ott van. Margónak pedig még mindig itt van a hullája. Kisekését megszereztem-e már? Jó kérdés, nem tudom, hogy hogy hívják. Nem tudom, hogy honnan kell megszerezni. Na ha, Melina. Hello again. Melina a boss. Old friend, allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erdtree. Ezt jól látod. No, prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. Ó, nem lehet áthatolni a tüskéken. Áthatolhatatlan. Ahhoz, hogy... ahhoz, hogy lorddá váljunk, igazából csak át kell menni a tüskéken, és kész. Azt mondja. És közben el akar minket vinni egy újabb kalandra. Kettesbe. A felhők felé akar minket vinni kettesbe. A havas óriások hegyéhez. És megkaptuk Rolónak a medálját, amit most meg is jelölt nekünk a térképen.
Köszönöm szépen. Ó, ez az. Alakítsd át a rúnáimat. Ó, megosztom veled. Ó. Ó, mindent. Mindent megosztunk veled. Igen. Így van. Fel akarja gyújtani a fát, srácok. Ez egy érdekes randi. Visszautasítatlan. Visszautasítatatlan. Gyakorlatilag gyújtogatni megyünk. Érdekes karakter vagy, Melina, az a helyzet. És Morgó. Morgó eltűnt. Morgót elrabolták, srácok. Basszus. Hát én ide fel akartam ülni. Úgy néz ki, hogy ez csak egy büdzsétrón volt. Ez csak egy büdzsétrón volt. Ezt nem gondolták komolyan. Ott van? Te látod, Krisi? Én nem látom. Itt volt eddig. Konkrétan a trón mögött fekszik. Szegény, még a trónt is rá izéltem, löktem. Tényleg, amúgy. Szegény. Izé? Jó. Na, és akkor azt mondja, hogy a rolled route az arra van, tehát arra már tudnék menni, de mivel Morgót megöltük, a katedráló de forzékenbe akarok majd menni, srácok. De előtte megnézzük ezt a Divine Tower-t. Kettő tornyunk is van. Nem tudom melyik, úgyhogy először ezt nézzük. Hát akkor nem ez kell nekünk. Hát ez rip. Nem ez kell nekünk? Hát akkor ez? Ha, érdekes. Tehát se Godfrey, se Morgó nem engedett magához. Lehet, hogy ez sem fog semmit csinálni, srácok, de megnézzük. Ez az utolsó dolog, amit ma csinálunk. Vigyél el máshova. Na? Te leszel az? Ő se az. Tehát akkor van még kettő Divine Towerünk, de egyik se akar beengedni. Hát ez szomorú. Hát ez milyen dolog? Jól van. Hát az a helyzet, hogy azt a fegyvert, amit mondtatok, a Bolt of Grand Saxot, azt majd a következő streambe fogjuk megszerezni. Ahhoz még el kéne ugrálnunk. Úgyhogy... arra már így nincs idő. Úgyhogy hazamegyünk. A jó hír, srácok, hogy most megöltük Mógot, megöltük Godfrey-t, itt megöltük Godfrey-t, és innen mentünk tovább ezen a bejáraton az Elden trónhoz Morgottal. Hát, nagyon túlszinteztem magam, pedig azt hittem, hogy most jön majd a durvaság, de Morgó nagyon gyorsan halt, Godfrey is igazából relatíve gyorsan halt volna, úgyhogy megyünk tovább, és gondolom később lesznek majd a szivatósabb bosszok. Godfrey felett ott maradt a lút. Persze, itt még van hely, amit így átnézzünk, tehát hogy ez a felső rész is például. Úgyhogy, ja, srácok, jó volt. Jó volt ez a mostani stream. Nem tudom még mi az, amit kihagyhattunk esetleg. De addig nem megyünk tovább ezen az útvonalon, ameddig nem clear-eljük a kapitóliumot. Szereztünk egy képességet a mogos területről. Ami olyan, mint a Pestilent Mist, csak blados. Amúgy elég király. Mármint akit lehet véreztetni, az ellen elég király. Ha végre el tudunk érni erre a részre, nem erre, hanem erre,
a Juno-hozlós részre, akkor mehetünk vissza Rijkaardhoz. Mert hogy itt már csak Ricardo van ezen a területen. Orgot is elég szopó, ha nem vagy túlszintezve, és 1/4 HP-t leviszed egy támadással. Ja, hát most így nagyon komolyan kaptam. És azért nagyon jó, hogy végre fel tudunk menni a lifttel, mert lesz majd király, hogy végre fel tudunk majd menni ott egy lifttel, amivel oda tudunk menni majd Juno hozlóhoz, hogy Ricardo meghal, Millicent és Patrick küldetésével pedig tudok haladni. Itt. Végre. Illetve Riáéval is. Úgyhogy öröm és boldogság. Innen folytatjuk majd legközelebb. Pontosabban holnap délután. Kedd délután. Lemaradt még egy dolog. Megmutassam nektek a statokat. Így állunk. Arra figyelj, hogy van egy NPC, akinek a questje tartalmazza azt, hogy beszélj vele előtte, mielőtt még a hegyre felmegyünk. Ó, az kicsoda amúgy, Durian. Azt még megvárom. Ki az, akivel kell beszélni, mielőtt még a hegyre felmegyünk? Most így hirtelen nem ugrik be. Dialos, Dailos. Tényleg, Dungeeterrel is lehetne alkotni. Basszus. Tavas töretem van egy barlang mögött. Latenna? Latenna már megvan, ő mondta, hogy hol van a titkos medalionnak a másik fele. Ha rá gondolsz, persze. Latennára gondolsz, az item, ami pedig nála van, az ez. A Helig Tree Secret Medallion jobb oldalam. A farkasos Chaisi. Jaja. Vele még beszél, hát sajnos ő már eltávozott. Neki már csak a kutyája van ott. Úgyhogy... De majd megnézzük azért, Duriel, nehogy kimaradjon. Holnap délután megnézzük, hogy mi újság Latennával. Köszi a Árpád, srácok.